Na jó, kirendelte ezt a szavagot. Hihetetlen. Miért jött? Mi messzen cigányat van? És most a egyetlen számunkra kipont az amelyet utáfolt, az Odin végül találkozhat legnagyobb hősével Strigtok a legállott? Hát itten meg mi történt? És álljad, csak olyan mellett. Mi van téged? Képzeld, éppenséggel kaptunk rá egy jegyet, és arra gondoltam, hogy mi hárman elmegyünk szépen Strigtokhoz. Tesszük, micsoda? Na nem oda-buda. Szól nem lehet róla, hogy elmenjünk Strigtokhoz. Na persze, még csak az kéne. Mi bajod van tulajdonképpen? Csak nem féltékeny vagy? Dehogy vagyok féltékeny. Elárult engem, miközben épp beszél előadta azt a nagy patárja szót. Megyek és csinálok egy megvált. Jomjad a nagy hepajt. Megvált akart. Ezt a szöveget hol tanultad? Nevezetes Street Doctor. Ja, már még, ha túltáv... Mi történt? Nem is tudom. Ezt Odintól kérdezt. Hát ez óriási. Teljesen gagyivá teszi. Megkérdezem majd itt. Nézd, akkor viszolja ide. Ezt tesszük? Odin, ez szóra? Odin, tudtad, hogy egyáltalán mennyit fosztogatott Strigtok? Legalább az egész város szétfosztogatta. Ez óriási hír, egyáltalán nem az. Ha ez így folytatja, akkor előbb vagy utóbb, akkor te is bűnöző leszel. De a lényeg, nem a koncerthez menjünk. Meglátogatjuk Sanjay szüleit. Sanjay szüleit. Na ne rögtess. Mi is, hogy jön ez ide? Arra kérek, ne reppel neki, mert attól viszont még veszélyesebb lesz. Jó. De előre is figyelmeztetlek. Én a túltávnak dolgozom. Ezek a mai fiatok. Nem szívesen mondom neked, mester, de... Miért a Street Dog lett a egyetlen sztár? Hát... Azért, mert... Ő mindig híres volt. Sanjaynak volt a kedvence. Lehet, de legalább nem mondhatta a szerel szememmel. Ó, azt hiszem, jött valaki. Hát szervusztok. De jó, hogy itt elátlak titeket. És veledütt, ő is Strigtok. Mindenki jobban ismeri. Hát persze, mindenki úgy hívja őt. Tűnj a szemével, Strigtok! Nem akarom látni a házukba! Hess! Tűnj inni, Strigtok! Nem is akarnak látni téged! Te családok szégyen vagy! Minden rendben? Mester, ők kik? Akkor szólok, hogy ő nem Strigtok. Ugye nem vagy? Csak ott, amely Craig vagyok. Ő is Sanjay Craig. Szerzény, Craig, bemutatom neked Krisztát. Ő az, aki pont az abba epehombázik. És van egy jó ilyen a számotokra. Arra gondoltuk, hogy holnap elmegyünk Saudra, hogy előadja Strigtok az egyetlen a szabad téli színpadon. Szabad téli színpad? A piszok! Ez volnász-e? Hűha, nem gondoltam, hogy ennyire féltékeny. Elcsábítani tőlem a barátaimat. Hogy két hónapig rántottán éljek. Beszélek vele. Nyomjuk, túltáv, ez az. Odin, csak ez szóra. Na mi az? Most aztán ilyen nagy pászban vagyok. Mondd ezt, mi szóval téged? Hát még kéred? Mert az itt az a szám, hogy rámegy, majd szoknyám meg a ruhám. Oké, ez nekem magas. Hát hallgass, Sanjay abba hagyja a hobbit és elkezdi a többit. Jön a Streetman, aztán meg a többi baromság. A lehetőségben van Lászió, Sanjay akarja majd mind. Hányszor mondhatok nemet? És ismered a két fiúkat?
és én erre ráfizetek. Csak nem azt akarom mondani, hogy ételtek. Hát persze a tatászitek, én ezt tett a street dolgot. Hagyod, hogy megkapasszom, de náluk nem volt keszvesz, mert féltem az ezzel. Na de ezzel is mindenkóra, megmondtam neked arról, hogy soha többé meg ne lássam street dolgot. Világos? Gute Nacht! Te jó, hogy Krisztának elment az esze. Ebbe azt is felrakjuk néhányat. És amióta a fejtésű street dolgot, annál havarabb kaptanapat leszünk, és mi leszünk a hülyesebbek. Szentély, az már elég lenne a ilyen trétából. Magyarázatot kérek, ebbe az eszbe gyűjtjük néhányat, és éppességgel abba kerül, amióta mindenki támogatja a street dolgot. Tehát akkor is, street dog csak egy kitaláció. A street dolga jut az eszembe. Ide pancsolgatni egyet. És valaki elmagyarázhatná, miért vagyunk ebben a vízben? Jogi, csak szórakozzat, képesség egy jó munkának tűnik. Ó, itt van egy kis pocsoltas. Gyerekány barátom, jó, hogy nyomod ezt a hengyelmi neppet. Én is mentem úszkálni. De éppen nem találtam valami bűnözöttet. Amúgy meg azt beszélgették, hogy street dog éppen kifosztogatott néhány szalúd rakóit azzal, hogy végül azzal a banditát hagyják. Ugyan másztól szóval nem tenne ilyet. Tudtam én. Még jó, hogy street dog nem lapott szemét. Pedig én kinyomozgatnám is végül. Jó, agyonrúgnám, hogy a lába szerénye a földet. Ez múlt felül hájpaszni. Tudod, hogy hívják? Ezt a fejtéket. Ti nézitek csak oda? Szent halakuk. Valaki biztos, a kiukasztotta. Nem tudom, ki tenne ilyet. Mi legyek, hogy ez nem street dog műve. Oké. Akkor csinálunk egy dugóhúzót. Krista, ne! Mit csinálsz? Próbálok ereszteni rajta. Shubidudu-hú. Bele a vízbe. Juhú. Ha megtudná a street dog azt, hogy tönkretettük a hajót, akkor tuti a letolja a fejünket. Tolja át a rizsát, te rizsamanó. Hé, hey, nem vagyok rizsamanó, te az vagy, rizsamanó vagy. De ez nem bámulat, az újjállok, mint a gyerekek. Ójási. Oh-oh, azt hiszem dugót kaptunk. Krista, te szentétlen! Itt rakettük a hajó, miközben éppen szége kormányoztál, és csináltál belőle egy dugóhúzót. Hoppan a politikák! Észétek meg, hogy street dog nem jöhet a közelünkbe. Még az a szerző nem látni ezt a... Mi ez? Azt a mindet, azt hiszed tolja éppen a repet, már is hozom a segítséget, nézke. Oh, ez street dog, forduljuk vissza. Jaj, ezen ezt jársz a páti, pontosabban ott, ahonnan szoktunk. Igaza van Sanzeinek, te várjuk meg addig, ami street dog idejön. Hát úgy látom, hívtatok valami szelelőt, tubizái. Itt van a ti kis szelelőtök. Tisztel a street dog, hát ő az. Hát nem hiába imádkoztam. Lehetséges volna, hogy ő az. Hát, én nem szeretnék a nagy baj, de én egyáltalán nagyon is karajt akartam, mint mindig. Na, mit gondoltok? Akartok eszékkel esetleg egy kis kólát inni, vagy? Nem szívesen mondom, de elég jók vagytok. Ki kis vagytok ti? De bocsásson meg, én Molly vagyok. Ő itt Odin és Krista. De Krista nagyon féltékeny lát. Az vagyok, és kap, hogy ő megemlegedheti. Nesze!
kérlek, de több tisztelt a street dog előtt. Mégis mi bajod van ezzel a street doggal? De te nem vagy már csak egy beképzett tolvaj. Talán ideje lesz visszafordulnunk, már eleget úsztunk már. Köszönöm nektek a szépen beugrottatok, és nagyon örülök annak, hogy szépen itt látom a két alszokat. Részemről szerelem, és nagyon örülök Szenzeinek, hogy végül enket vittek oda, eszemben óriási vagy ebben a szerkóban. Nem kell ide lenni az Rizsa, csak annyit mondok, hogy ha valami hepaj van, akkor jöhet a nagy karaj. Az nem tudom mit jelent. Az jelenti, hogy ez a rapnek a lényege. Ja igen, persze. Különben is, hol lehet ilyenkor Krista? Nem akarnék ezzel ünneprottan lenni, de a szokatlan viselkedésed miatt volt street dogot is veszélybe szotoltad. Engem nem érint. Tudhatnád, hogy street dog tényleg tolvajnak született, amióta Szenzé nem hiszi az anyukájának. Miért is mentem bele? Talán igaza van. Street dog tényleg megváltozott vagy. Igen? Az még időkérdése. Halló! De ide tippizgetünk. Oké, vagy itt. Na, ezt nevezem én jó kizárásnak. Itt viszont eltáborozunk. Kik voltak ezek? Ezek street dog szülei. Lehet, hogy őt kezgetik. A gazdikáli. Vagy nem tudok ki. Az engem nem érni, hogy most rögtön kezdjük egy street dogot. Azt hiszem, hogy jön is. Kilejétek, tölt itt valami ott a betörész, és éppen szégen nem nagyon fogtok örülni. Remélhetőleg, hogy mihányuk házát kifasztogatták. Fájuk, akkor ezek szerint nem maga volt, dehogy is. Én egy jó szívű szintól vagyok, de az a kölyök tehette. Akkor itt az ideje kinyomoznunk. Én veled vagyok. Kéne találnom valakit, aki segíteni tud. Aló. Te mit csinálsz? Te szerinted a fekete lyukat már lehet, hogy onnét van a kincs. Ó, de ez egy trik, aki kaza volt, tényleg szóltam. Ki te mit? Meg kell nézni mindenhol mindenki esélyt. Hát talán esetleg. Amit meg elvettem a szentségnek. Rob? Rob? Na mindegy. Ahó, beláztam a gödörbe. Segítenének nekem? Megvannak a többi holmik. Remek. Craig igazi lángeszed van. Úgy látszik, hogy jó pénzet fogunk kereskedni. Várjuk. Azt hiszem, hogy tudok ki itt a tettes. De most kiállgat a őket. Na nézzük csak. Ennyi olmi megvan. Most pedig gyöngünk szépen a bázisra. Mekkora mi áldozok leszünk. Te a street dog, aki gaza volt. Lehet, hogy Szenzének a bátyja lehet a tolvaj. Én tudtam. De hogy mondjam el neki? Gyorsan. Meg kell mondanom nekik. Azt mondod, hogy Craig lenne a tolvaj? Ez nem lehetséges? Hát, de hiába vetettek be hosszú időt be a képzett könyveket és képeket. Mit személ neked? A felügyelőnek hiszel vagy nekem? Esténként a felügyelő etett tégednek, és itt nálunk házi munkát végeznek? Odi, áll nekezd nekem a négy lemez, külszörök, nem érdemel ezt. Egy cserébre mit kaptam? Csak nem elkoptattam. Eltaláltad. Én mondtam, hogy ő a tolvaj. Tudtam, hogy Craig állam őt. Sajnálom, Krista. Jó szó leszem, édemes. Régen tühögtem, de már falnak nem vagyok. Nem ám. Úgyhogy inkább beszéljük meg higgadtan, mint a felnőtt emberek. Akkor úgy tekintem úgy, hogy ne álltok. Ebben a barátságunkban mi vagyunk az üzlettársak.
Hát nem te szokat mondtál? Nekem mindez. És addig jó igazán egy jó bajtiság, hogyha közben nem szaktottad az állkapcsolatot. Szóval, van a néhány terve. Figyelj, állsz, félbejtsz, félbejtsz. Ez a terv nem is olyan béna. Most figyelj, itt jön a tolvaj. Ő a földre nagyon el lesz lakadtatva. Hát ő az. Lecsapok. Törvény nevében. De kérem, mi az a patáriak? Ezt pont kérdezném tőled. Miért hazudkálsz? Azt hittem, hogy barátok vagyunk. Így is volt. De aztán véletlenül visszatértem a pályához. Egyébként nem éreztem a fiaszkót, hogy a gazdának támogassak. És legvégül azért, hogy elvegyem a kiárságot. Éppen ezért a bátyám megengedte az, hogy street dog, hogy végül én legyek a tolvaj. Éppen ezért mindent kiposztogattam, hogy mellém állj. Szégyen magad, Craig. Az egész város téged üldözik, vagyis a street dogról nem beszélve. Én nem fogod fel. Mondok neked valamit. Ha mellém állsz, ha megszerűbben neked adok mindent, amit csak te kérsz. Na, mi eljössz válaszod? Nem! Azért csinálom ezt, hogy végül leállítsak. Te szemmel szólalt. Hajjá! Hajjá! Mi folyik itt? Pajtász, elfogtam azt a tolvajt. De hol azt hittok? Vagy hogy ilyenkor zavartam a váltja, de nekem most indulnom kell. Mit képzel, hova indulj? Tehát én ezt emértem. Elmagyarázom neked. Drága helyzetségét azt a két alak került el. Szép az égen maguk, le vannak tartóztatva. Szégyent hoztál a családomra, Craig. Ez a bocs. Te büdig ézengúz, ne is lasszak téged. Katrod innen és végezzel vissza, negyel. Gyerünk a csőzobára. Ez azért már túlzás. Leszik, hogy szentzén véletlenül megtanultam ezt két. Hogy tehette ilyen drága barátom? Szentzé, ugye azt tudtad, hogy a drága bátyád okozta ezt a veszélyt? Őszintén szájnál, a bátyám teljesen megmondott, bocs, hogy ilyenkor vitt el titeket semmitra. Nyugi, lálni fáj. De ha akarsz, akkor lehet ülni barátok. Tényleg, még a barátok, tudod, mint Robert Osborn. Tényleg, barátok, hát persze. Te vagy a legnagyobb barátom. Engem vesz. De nagyon örülnék rajta, hogy valami bármi történne. Végül szemmel rosszom már nem jött. Viszont azok igen. Mi? Azok? Gondoltam, hogy ide toljátok a képeket. Vagy lefogítoztatok magukat. Gyorsul a bokorhoz. Szerintem itt az ideje az, hogy nem költözhetsz. Ha bármi gondolom. Hát, nem is tudom, hogy előződik el, de éveznek a szerencsét. Köszönöm, hogy végül megszabadítottam. Miért nem mentetted meg a nőjéletét? Lehet, de... Nekem nincs otthonom. De akarsz, akkor megszélsz. Hát persze. Hát, de tudod, hogy gyorsatok az időt. Gyerünk, lányok, menjünk haza. Hát így lett egész ezt a Krisztus, te fogd meg a halat. Rendben. Figyelj, ezt kikéne magamnak. Várjuk csak.
jutott eszembe valami. Talán legjobb lesz, hogyha mi most leléphetnénk. Te meg hova nyargarászol? Nem töltöm horgászattal nyalat, ha megkapom én is a kagyanót. Kapjuk el járványt. És ahogy a jó hisztesze mondhatta meg arról, hogy miért nem inkább hufnál gepistihez behettem nyalagatni. Bizonyom neked, hogy miért. Na, csobbanjunk egyet. Aki utolsó, aki oda, az a todó tojás. Adjó! Hehehehe.